Új háttérrel és részben új szakmai stábbal vágott neki a 2015-2016-os szezonnak az élvonalbeli nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Az önkormányzat 60%-os tulajdonosa lett a klubot működtető KFT-nek, a saját nevelési fiatalokra és új légiósokra építő együttesnél pedig Sitko Ernő szakmai igazgató mellett Siska János és Gombkötő Norbert foglalkozik a játékosokkal. Első két hazai meccsét a MAFSZ és a Pécs ellen megnyerte a csapat idéglenes otthonában a BEM csarnokában, utána azonban már csak egyszer Jászberényben tudtak győzni Szavicsék. Sajnos sok hibát követtünk el, és nem ott vagyunk, ahol szerettük volna, de azt hiszem, hogy a tulajdonosváltással, a teljes átalakulással, azzal, hogy nem tudunk mindig egy helyen edzeni, sajnos termek között kell vándorolnunk, eléggé szoros időbeosztáshoz kötve. Jó lett volna még néhány győzelmet szerezni, de a körülményekhez képest úgy gondolom, hogy szervezetten és jól tudunk működni. Busz Iván 4 év szünet után tért vissza Nyíregyházára azzal a céllal, hogy meghatározó játékosa legyen a csapatnak. A játékpercemre abszolút nem lehet panasz, élvezem is a helyzetet, minden meccse megvannak a lehetőségeim. A másik részével pedig, hogy mondjam, lehet, hogy egy-két győzelemmel több lehetne a csapat mérlege, de úgy gondolom, hogy csak olyan csapatoktól szenvedtünk vereséget, akiknek játékos állománya, illetve a banki dolgok is jobban állnak a klub házatáján. Semmi sincs veszve, mert nagyon-nagyon sűrű a mezőny igazából az első 6 helyezettől lefelé, tehát 2-3 győzelmekre van egymást a 6. meg a kieső jelölt is. Úgyhogy a szezon második felében megpróbálunk, idegenben jó lenne pár vagy egy-két bravúrt elcsípni, illetve hazai meccseket a velünk majdnem azonos mérleg álló csapatok ellen muszáj megnyerni. A bajnokság január 2. hétvégén folytatódik. 2016 első bajnoki meccsén a Malsó Nyíregyháza az Alaegerszeget fogadja a Bemiskola csarnokában.